Kedves nézőink, stúdiónk ma esti vendége, Páncél Károly országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm. Jó estét kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Képviselő úr, akkor találkoztunk utoljára, amikor a népszavazás kapcsán beszélgettünk arról, hogy mik a várható fejlemények a népszavazással kapcsolatosan. Hát azóta lezajlott a népszavazás, és hát ha szabad ezt mondani, nem túl vidám volt az eredménye. Igen, valóban az év során többször volt lehetőségünk arra, hogy beszéljünk egyrészt a kötelező betelepítési kvótákról, hogy beszéljünk arról a migrációs nyomásról, ami alatt Európa van, és közben ugye folyt a nyár végén az ősszel egy népszavazási kampány is, és hát valóban ugye október elején megtörtént a népszavazás. Nem lett érvényes eredményes, de azt hozzá kell tenni, hogy hatalmas részvétel volt. Ez elgondolkodtató egyébként, hogy vajon egy népszavazásnál ez a küszöb, ugye az 50%-os részvétel, ez nem túl magas, hiszen Magyarország történetében itt a rendszerváltás után is volt már, amikor 25% volt ez a határ, volt, amikor 40. Erre... Hát azt az ellenzék azért azt mondja, hogy most saját dugájába dőlt a Fidesz, mert végül is ezt önök hozták, ezt a törvényt. Igen, mi emeltük erre a szintre, ugyanakkor számos politikai elemző azt mondja, hogy az, hogy most 25%-on vagy 50%-on van a népszavazási küszöb, az egy politikai döntés. Az viszont, hogy 3.300.000 ember úgy ment el a népszavazásra, hogy egy irányba szavazott, és ugye a résztvevő 98%-a nemet mondott a kötelező betelepítési kvótára, és valóban üzent Brüsszelnek, ezt meg egy népakaratként lehet felfogni. Sok vita is van egyébként nem az elmúlt napokban, hanem akár az elmúlt 10 évben arról, hogy egy népszavazásnál lehet, hogy a 200.000-es küszöböt kellene tovább emelni, ez a kezdeményezésre vonatkozik, lehetne az akár 500.000 is, és magát a népszavazáson való részvételi küszöböt, hogy valóban ügydöntő legyen, az pedig lehetne csökkenteni, de még egyszer mondom, ez politika, ez egy politikai döntés. Viszont, hogyha megnézzük a rendszerváltásig visszamenőleg bármelyik választást, olyan még, hogy egy ügy mellett felsorakozott volna 3.300.000 ember, ilyenre még nem volt példa, és ha egy kicsit kitérhetek a szűkebb környezetünkre is, a választókerületre vagy Dabasra, köszönetet kell mondjak mindazoknak az állampolgároknak, akik elmentek erre a szavazásra, és valóban fontosnak tartották ezt az ügyet. Európáról, Magyarország jövőjéről szólt ez. És a választókerület az egyébként az országos átlagot hozta, azt a 43%-ot, ebből pedig kiemelkedő Dabas. Tehát különösen a dabasi városvezetésnek, a dabasi polgároknak köszönetet kell mondjak, hiszen itt 100 szavazat hiányzott az érvényes eredményességhez, 49,4% volt a részvétel, kiemelkedő egyébként Pest megyében, az ilyen méretű városok között Dabas tekintetében a legjobb eredményt érte el, és hogyha kicsit a számokba belemegyek, ugye itt több mint 6600 ember ment el Dabason és vett részt a népszavazáson is, és az ő 98-99%-uk is egy irányba szavazott, tehát nemet mondotta a kötelező kvótára. Soha még Dabason sem egy ügy mellett ennyien nem sorakoztak fel. Tehát vannak már mögöttünk választások, legyen az önkormányzati választás, vagy országgyűlési választás. Soha egy párt, soha egy jelölt még ennyi szavazatot nem kapott. Arra tehát emlékszik, hogy hányan szavaztak a múltkor? A választókerületi eredményre emlékszem, az 22.000 fő volt a 80.000 választóból, most viszont 30.000 fölött volt bőven a nem szavazatoknak az aránya, tehát Fidesz vagy Fidesz jelölt nagy győzelmek esetén sem tudta megközelíteni ezt a számot, tehát igazából népakaratként, ha értékeljük, akkor ennek egy természetes folytatása volt, hogy mindenféleképpen a parlament foglalkozzon ezzel az üggyel, és ezért volt ez a kezdeményezésünk,
hogy ha már ilyen sokan megmozdultak egy ügy mellett, akkor ezt az alaptörvénybe is vezessük be, és mi ugye előálltunk itt az ősz során az alaptörvény módosításával. Azt ugye tudni kell, hogy a kétharmadhoz, a parlamenti kétharmadhoz két képviselői mandátum hiányzik a Fidesz-KDNP frakciószövetségből, tehát 133 egybehangzó szavazat az a, az a kétharmad, és 131-en voltunk. Bíztunk egyébként abban, hogy a Jobbik, aki végig a kampány során egyébként azt mondta, hogy ez egy nemzeti ügynek tekintendő, és hogy az alkotmányt kell módosítani. Tulajdonképpen tavasszal volt az, amikor Vona Gábor leszögezte, hogy az alkotmány módosítása az igazi út a kötelező betelepítési kvóta ellen, és ehhez képest ugye történt, ami történt, a Jobbik nem vett részt a szavazásban. Gyakorlatilag ugyanaz történt, mint a Gyurcsányféle függetlenekkel, vagy az MSZP-vel, akik egyébként fölálltak és kivonultak a szavazásból. A Jobbik ugyan bennmaradt, de a kezük nem mozdult meg a nyomógombok irányába. Tehát tulajdonképpen ezt a nemzeti ügyet, Magyarország védelmét én azt gondolom, hogy elárulták, és egy napi politikai kufárkodás szintjére vitték le, azzal, hogy egyébként a letelepedési kötvények ügyével kötötték össze, amire egyébként a kormány, maga a kormányfő is többször kijelentette, hogy folyik a kötvényeknek, és minden más kötvénynek is a vizsgálata Magyarországon, és ki is kívánja az év végével vezetni ezt a kötvény megoldást a kormány. Mégis ehhez kötötték, illetve most a napokban ugye beadtak egy újabb alaptörvény módosítási kezdeményezést, ahol megint csak a letelepedési kötvényhez kötik. Én azt gondolom, hogy az alkotmányba, az új alaptörvénybe ilyen ügyek nem valók. Tehát egy országnak a védelme, egy nemzetnek a védelme igen, de hogy is mondjam, szóval ilyen piszticsári ügyeket bevinni az alaptörvénybe, ez nem illő és nem odavaló, egyébként is ez kivezetésre kerül. Egész egyszerűen a Jobbik, aki magát egyébként egy nemzeti radikális pártnak mondja, és fontosnak tartja állítólag az emberek biztonságát, az mégiscsak elárulta így módon a magyar embereket. Elárulta egyébként azt a 3.300.000 főben azokat a jobbikos szavazókat is, akik elmentek, nemmel szavaztak, majd meglepetéssel vették tudomásul, hogy a parlamenti frakciójuk mégiscsak a nemzet ellen és egy népakarat ellen foglalt állást. Hogyan tovább? Akkor ezek után hogyan tud fellépni a kormányfő és egyáltalán Magyarország Brüsszelben? A Fidesz-KDNP frakciónak változatlan az álláspontja a parlamentben, hogy az ország védelme az elsődleges és az ország biztonsága, és hogy azt mindenféleképpen ellenzük, hogy ellenőrizetlenül tömegek települjenek be Magyarországról, Brüsszelből megmondják, hogy most hány ezer ember, később meg hány tízezer vagy hány százezer embert kellene befogadni. A kormány álláspontja is változatlan ebben. A tárgyalások most fognak megkezdődni. Mi egy továbbra is egy négy pontos javaslattal szeretnénk élni. Természetesen a miniszterelnök tárgyalási pozícióját jelentősen megkönnyítette volna, hogyha egy alaptörvényi jog is áll mögötte, amire ő tud támaszkodni. Ez a kampányban is többször elhangzott, hogy az egy stabil hátországot nyújtana. Ugyanakkor Európa sok országában is elismerik azt, hogy ez a 98%-os nem, ez azért egy kellő erő. Nos, ebben a négy pontban továbbra is a legfontosabb, hogy a kötelező kvótát elutasítja Magyarország. Egy olyan javaslattal is megyünk, hogy Európában folyik arról a vita, hogy ez mennyi terhet jelent, és mennyi szociális kiadást jelent egy-egy uniós tagország számára. Mi szeretnénk, hogyha a szociális kiadások között, amely terhel országokat, elismernék azt is, hogy mi mennyit költöttünk a határvédelemre, és milyen terhektől óvtuk meg egyébként Ausztriát, Németországot, hiszen az most már látszik, hogy
miután Macedóniában is egy erős határvédelem van, és Magyarországon is. Ezáltal a kelet felől érkező közel-keleti, ázsiai menekült hullám azért lezárult, és itt szót kell ejteni arról is, hogy ma még Törökország is tartja magát az Európai Unióval kötött megállapodásokhoz. Ma nem ömlik 100 000 szám a görög szigetekre a menekültek áradata, ma ott tartják őket Törökországban, addig, amíg egy békés helyzet ki nem alakul a közel-keleten. Tehát vannak ügyek, amelyekhez tartjuk magunkat, illetve mi szeretnénk elismertetni azt, hogy mi mennyit költünk határvédelemre. Ez nem kicsi összeg. A kormány az elmúlt napokban döntött újabb 53 milliárd forintról az elkövetkezendő évekbe, amelyeket határzárra, emberi erőre, határvadászokra, rendőrök, katonák bérére, műszaki zárra, ellenőrzésre kíván költeni, és azt mondjuk, hogy inkább erre kellene költeni, mint egyébként a beléptetés megkönnyítésére. Ma létezik Olaszországban is egy uniós, közös, hát határvédelemnek nem mondanám, mert az oda küldött közös 1500 ember, az gyakorlatilag a beléptetést segíti elő, és az adminisztrációt védi, nem pedig Európát védi meg. Bár zárójelbe kell elmondanom, most már Németországból is vannak olyan hangok, hogy Líbiában kellene létrehozni olyan hotspotokat, olyan táborokat megfelelő körülményekkel, ahol történik a menekülteknek az ellátása, mert ezzel a dolog nem zárult le. Számíthatunk esetleg valamilyen kelet-európai, közép-kelet-európai összefogásra, vagy vannak támogatók, a V4-ekre gondolok itt, akikkel azért elég jó kapcsolatban vagyunk? Hát szerencsénkre Magyarország nincs egyedül az álláspontjával. Egyrészt a V4-ek és azon belül is, különösen Lengyelország, de Szlovákia is, aki most egyébként a soros elnökséget látja el az Európai Unióban, ebben az ügyben egy egyetértés van, de vannak más szövetségeseink is, Európai Uniós Bulgária, Európai Uniós ország, aki hasonló állásponton van, és az Európai Unión kívül álló országokban is vannak szövetségesek, az említett Macedónia, vagy éppen a csatlakozásra váró Szerbia, akik megtapasztalják még ma is a menekült hullámot. Ugyanakkor nem csak a V4-ek, hanem Európában sokan úgy gondolkodnak, hogy amit maga miniszterelnök nagyon egyszerűen és röviden szokott megfogalmazni, hogy a problémát nem ide kell hozni Európába, hanem a problémát ott kell megoldani, ahol az keletkezett. És egyébként Magyarország erőn felül teljesít ebben is, hiszen akkor, amikor azt kérik tőlünk, hogy 150 katonát küldjünk kurd területre, az iszlám állam ellen felkészíteni, kiképezni katonákat, háttérbázist biztosítani, akkor mi ezt megtesszük. Erőn felül. Ha arról van szó, hogy Szíriában kórházat kell építeni, akkor mi ezt megtesszük. Ha arról van szó, hogy a szétbombázott damaszkuszi egyetemről hallgatókat fogadjunk ösztöndíjjal, akik itt tanulhatnak addig, amíg haza nem térhetnek a hazájukba, akkor ezt megtesszük. Tehát számos humanitárius segítségben Magyarország az élen jár. Ezt kívánjuk a továbbiakban is folytatni, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez továbbra is az a legfőbb ügy, hogy ezt a kényszerbetelepítést, amiről tárgyal ugye az Európai Bizottság, és oda akarja vinni az Európai Uniós Parlament asztalára, ezt mi továbbra is elutasítjuk, és vannak ebben józan megfontolt szövetségeseink. Beszéljünk akkor a belpolitikával kapcsolatban örömteli hírekről. Sikerült megállapodni a munkavállalóknak és a munkaadóknak és a kormánynak több oldalú szerződéseket aláírni arról, hogy emelkednek a minimálbérek. Igen, hát ez itt az elmúlt napoknak az egyik legfontosabb belpolitikai döntése. Az mindig egy elmélkedést és elgondolkodást igényel, hogy amikor Magyarország versenyképességéről beszélünk, akkor vajon mi a helyes út? Sajnálatosan Magyarország eddig azzal volt versenyképes, hogy jól képzett emberek vannak az országban,
alacsony bérrel. És nagy nyugat-európai befektetőknek, vagy észak-amerikai befektetőknek Magyarország ezért jelentett egy kedvező terepet, mert hogy olcsón jó munkaerőhöz jut. És azt gondoljuk, hogy ezen a helyzeten túl kell lépni, nem ez kell, hogy legyen a versenyképességnek a fő szempontja, hanem például az, hogy kedvezőbb adó körülményeket biztosítunk a vállalkozásoknak és a vállalatoknak, például a munkáltatói járulékok csökkentésével, de emellé a belpolitikailag a legfontosabb és gazdaságilag is, hogy de emellé szeretnénk oda tenni a bérek növekedését. Tehát egyik oldalról a magyar állam, a magyar kormány ad egy adócsökkentést, hiszen az eldőlt ugye a munkaadókkal kötött megállapodásban, hogy jövőre a társasági adó egységesen 9% lesz, nagy cégeknél, nagy vállalatoknál ez 19% volt, tehát ez egy jelentős mérséklés, a kis és középvállalatoknál 10% volt, ott egy 1%-os csökkentés jelent, de az, hogy egységesen egy 9%-os társasági nyereségadó lesz Magyarországon, ez is egy versenyképességet elősegítő ügy, hiszen ez Európában a legalacsonyabb. Ugyanakkor csökkennek a munkáltatói járulékok is, itt ugye az alatt azt kell érteni, amit maga a munkáltató, a munkaadó befizet az államkasszába, itt sikerült megállapodni abban, hogy 17-től ez 5%-kal csökken, majd az azt követő 3 évben újabb 2-2 és 2%-kal, tehát összességében egy 11%-os munkaadói járulék csökkentésről született döntés, és ennek a másik oldala, hogy törvényi keretekkel kell szabályozni azt, hogy de ennek cserében a magyar munkavállaló számára milyen bért kell adni. Mi az, amiben meg lehet állapodni? Ezek a bérminimumoknak az ügye. Két tételről beszélünk, ugye van a minimálbér, ami 2010-ben még csak 73.500 forint volt, a következő esztendőben 127.500 forintra emelkedik a minimálbér, de már megvan a 2018-as összeg is, amikor 138.000 forint lesz. Tehát 2010 és 18 között akkor elértük azt, hogy csaknem a duplájára sikerült emelni a minimálbért. És ennél fontosabb egyébként a garantált bérminimum, hiszen ott egy 25%-os növekedésről tudunk beszélni. Ez egy szakképzett munkavállaló, aki egyébként szakmunkát végez. Itt 89.500 forint volt még a 2010-es garantált bérminimum, ez most felemelkedik 161.000 forintra, és 2018-ban pedig 180.500 forintra. Tehát itt egy nagyon jelentős béremelésről van szó. Ez az ára egyébként az adó csökkentéseknek. Én azt gondolom, hogy így együtt, hogyha a magyar emberek több pénzt keresnek a munkájukért, a munkaadók pedig megkapják hozzá az adócsökkentést, ez így együtt azért a versenyképességünket tovább erősíti, és minden elemző azt mondja, hogy ebből a 2-3%-os vagy kettő közötti 2,5-3%-os gazdagsági növekedést, ezt akár 18-ra meg is tudjuk duplázni. És szólni kell még arról is, hogy ez a béremelés, ez magával hozhatja egyébként például a nyugdíjnak az emelését is, hiszen az elmúlt napokban ez is ugye vita volt, hogy bár a nyugdíjas szervezetekkel sok évvel ezelőtt történt megállapodás szerint történik, és a matematika szerint történik a nyugdíjemelés kiszámítása, miután az infláció alacsony, miután sajnos a bérek nem növekedtek akkora mértékben, hál' Istennek egyébként az árak sem nőttek, ezért ez a számítás azt eredményezte, hogy egyébként 0,9%-ot, tehát 1% alatti lett volna a nyugdíjemelés, azért mondom, hogy lett volna, mert ma még ez van elfogadva, de a kormányfő már többször beszélt arról, hogy ennél magasabb összegű emelés is elképzelhető, hogyha jövőre ugye így emelkednek a bérek, akkor ez lehetővé teszi a nyugdíjaknak is a tervezetnél a nagyobb emelését. A tervezet, ugye a nyugdíjas kosár, az árak, az alacsony inflációból adódott ez a számítás, de úgy tűnik, hogy ennél egy nagyobb összegű nyugdíjemelés várható.
Várható esetleg az, hogy a külföldön dolgozók, a külföldre kitelepült fiatalok talán visszacsábulnak majd Magyarországra, vagy visszatérnek a magyarországi munkahelyekre? Hát Kelet-Közép-Európa legnagyobb problémájáról beszélünk, vagy talán a legnagyobb probléma a demográfia, és mellette a második legnagyobb probléma az, hogy ma már százezrekben mérhető azoknak a száma, akik külföldön vállalnak munkát. Azt reméljük ettől a döntéstől is, és sok mástól is, hogy egyrészt kevesebben választják a Nyugat-Európában való boldogulásnak az útját, tehát ha itthon is tisztességes bért lehet kapni a tisztességes munkáért, akkor talán többen itthon maradnak, és azt is várjuk tőle, hogy hazatérnek. Azt azért tudni kell, hogy a mérleg két serpenyőjében azért nem ugyanazok a bérek vannak. Tehát még ezzel a jelentős 25%-os béremeléssel sem érjük el azt a németországi vagy Egyesült Királyságbeli bérszínvonalat, de ha a mérleg serpenyőjébe Magyarországon való maradás mellé oda tesszük azt, hogy de egyébként barátok között, családban, a megszokott körülmények között marad itthon egy fiatal, és nem heten nyolcan élnek egy londoni külvárosi lakásban, hanem itthon a család, a szülők közelében, barátok közelében, barátnők, vőlegények közelében, akkor, hogyha ezeket mind mérlegére tesszük, akkor talán egyre több minden szól amellett, hogy érdemes itthon maradni és itthon dolgozni. Remélem, hogy erre a problémára is nyújt ez megoldást. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy eljött stúdiónkba, és mindezt megosztotta nézőinkkel. A közelgő advent és karácsony kapcsán pedig minden jót kívánok önnek és családjának is az elkövetkező hónapokra. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hát a valóban a közelgő adventben én is a dabasiaknak, a Dabas Televízió nézőinek kívánok egy áldott szép várakozást, és a végén majd egy nagyon-nagyon szép és boldog karácsony. Köszönjük szépen!